Néhányan már birtokba vették a nemrég megnyert bátaszéki tanúszadát. A járványhelyzet miatt idén július 1-én nyitotta ki először kapuit az úszoda az érdeklődőknek. Az év első felében karbantartási és javítási munkálatokat végeztek. Az úszodában azért továbbra is fenntartunk egy olyan biztonsági rendszert, amely azért akadályozza, illetve hát reméljük meg is előzi, hogy itt az úszodában bármilyen jellegű probléma felmerüljön. A július 1-i kezdéssel augusztus 31-ig nem a régi hagyományos nyitvatartási időben üzemelünk, szintén azért, mert ugye nyáron nincs tankerületi igénybevétel, hanem délelőtt 10-től este 18 óráig tartunk nyitva. A nyitvatartási idő alatt nagy részt már ugye az első napokban a BSE úszói, sportolói, azok ugye nagy számban veszik igénybe a tanúszodát, illetve a több évre visszamenőleg hagyományosan megjelenő úszás-oktatási tanfolyamok, mind bátaszéki, mind a környékbeli településekről. Elvárjuk azt, hogy mindenki saját papucsot hozzon fertőtlenítve. A távolságtartásra továbbra is kérünk mindenkit, a kézfertőtlenítésre. Gyakorlatilag mindazokat a szabályokat mi azért fenntartjuk, amelyek nem okoznak plusz és úgymond felesleges úgymond aggodalmat a vendégekbe, de igyekszünk erre. Fokozottan fertőtlenítünk mi, fokozottan végezzük a takarítási folyamatokat, illetve a munkákat, és ennek megfelelően ugye a dolgozóink mindenkit tájékoztatnak ezzel kapcsolatban, hogy esetleg mi az a kis plusz. Aki ugye mostanában nem volt, illetve a járvány helyzet a fél évvel ezelőtti részben, amikor nyitva voltunk, aki akkor is már igénybe vette a szolgáltatásunkat, az ismerte ezeket a szabályokat, aki újonnan jön, azokat pedig a dolgozók tájékoztatják, illetve ugye az előtérbe nagyon szépen egyértelműen tájékoztató táblákon el lehet olvasni azokat az információkat, amelyek a mostani úgymond igénybevételhez szükségesek. Azt gondoljuk, hogy a bevezetett rendszerrel fent tudjuk tartani ezt az állapotot, és nyilván nem fog jelentkezni semmilyen vendégek részéről, illetve a mi részünkről sem semmilyen probléma. Pap Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy azok a személyek, akik nem rendszeresen járnak az úszodába, először telefonáljanak az intézménybe, mert vannak olyan napok, amikor több csoportos foglalkozás is van, viszont az úszoda befogadó képessége véges. A kismedencében maximum 32, még a nagymedencében 69 fő tartózkodhat egyszerre. Mi azt gondoljuk, hogy és bízván abban, hogy nem lesz komolyabb probléma, hogy szeptember 1-től a régi rendszerint tankerülettől, a sportolóktól kezdve, és illetve a helyileg, illetve a környékbeli idejárók, azok teljes mértékben használni fogják tudni a tanúszodánkat. Jelenleg minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között vehetők igénybe az úszoda szolgáltatásai változatlan áron.